A kezdő sofőröknél veszélyes az, hogy egy hamis biztonságérzetet ad a vezetőnek. Csak egyetlen alkoholos ital, csak egy pillanatra kicsatolt biztonsági öv. Ennyi is elég ahhoz, hogy megtörténjen a baleset, a baj, és szinte alapjaiban kell újra tervezni az életet. Hangzott el a Sodródás címet viselő perszimuláción. A Gyönki Tolnai Lajos gimnáziumban szervezett elképzelt büntető jogi tárgyaláson a szexuális törvényszék, a Tamási járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai működtek közre. Már egy hónapja készülök le, nagyon-nagyon izgatott voltam, mert dr. Andódi László ismerősem is, és engem mindig is érdekelt így a jog, már gondoltam is rá, hogy jogi egyetemre menjek, ám ezt elvetettem, de maga az előadás szerintem nagyon hasznos volt sokunk számára. Többen vannak úgy, ugye így az alkoholfogyasztás miatt, akiknek ez szerintem hatalmas segítség volt. Igazából ugye így a jogosítvánnyal kapcsolatban is, illetve a KRESZ szabályait is ismertették velünk. Én nagyon örülök, hogy ilyen tájékoztatást kaptam, szerintem ez nagyon hasznos így a jövőnkre nézve, és szerintem ezt nem lehet időben elkezdeni. Most, hogy így fiatalon megtanultuk ezeket, illetve hallottunk róluk dolgokat, szerintem így a jövőben kevesebb baleset lesz. A perszimulációt Andódi László törvényszéki bíró koordinálta, aki folyamatosan megállította az eseményeket, magyarázta azokat és kérdéseket tett fel a diákok részére, ezzel is érthetőbbé tette a történéseket számukra. Gyakorlatilag ez a perszimuláció sokkal inkább egy bűnmegelőzési célt szolgál. Kevésbé csak a bíróság feladatáról beszélünk, de a kérdések alapján látható volt, hogy az iránt is nagyon érdeklődnek a fiatalok. Nagyon remélem, hogy ugyanezt is sikerült bemutatnunk, de főleg azt, hogy amikor egy fiatalkorú vádlott van a bíróság előtt, különösen egy közlekedési baleset kapcsán, és épp a jövője indulna, egyetemi, továbbtanulás, párkapcsolat, egyáltalán elkezdheti az önálló életét, akkor ez hogy hat rá, amikor alanyává válik, és hát elkövetője egy közlekedési balesetnek. Itt próbáltuk a viszonyokat kitágítani, bemutatni azt a szociális helyzetet, amelyben ő van, azt a kapcsolati hálót, amelyben valóban csak sodródik. Míg addig tervei voltak, és felvételizett, és tanult, és felvették, és halad előre, innétől kezdve csak sodródnak. Ezek a gyerekek részben azon az éjszakán is sodródnak, amikor egy buliból csak egy-két sör, csak egy picit megyünk gyorsabban, csak egy picit kapcsoljuk ki a biztonsági őt, egyébként be van kapcsolva, tehát ők tudják is, mi a feladatuk, de valahogy nem pontosan nem mérik fel, mégiscsak belekerülnek egy nagyon súlyos helyzetbe, ami az egész életükre ki fog hatni, és ugyanígy sodródóvá válnak a saját életükben is, hiszen már nem ők írják a következő lapokat az életük könyvében, hanem egy kicsit a bírósági eljárás, és hát gyakorlatilag mindaz, amit okozott, ami velük történt. Mi nem azt próbáljuk bemutatni, ha ezt csinálod, akkor ez lesz a következmény. Erről is beszélünk, de nem ez van a fókuszban. Arról van, az van a fókuszban, hogyha ő neki van egy élete, a jog tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy megéljük az életünket, a szabadságunkhoz, a tulajdonunkhoz, az egészségünkhöz. Ez mindenkinek a sajátja, és erre nagyon kellene figyelni, és ezzel mindenkinek jó kell sáfárkodni. És ha innét nézzük, akkor azon, hogy kap egy ilyen nagyon személyesebb, egyéni színezetet a dolog, és miközben látjuk itt a fiatalok történetét, mindenki saját életéről kezd el gondolkodni. Tehát nem az általános szabályt fogom idehozni elsősorban, arra is ki fogunk térni, hogy az az esetre milyen szabályos, hogyan kell a szabályokat betartani, miért kell, mi van, ha nem, de valahogy egy másik dimenziót szeretnénk most itt megérinteni itt a Tolnai rendőrfőkapitányság kollégáival együtt, közösen. Mindegyőtök emlékezik arra, tavaly évben volt egy brutális baleset Magyarországon, ahol egy fiatal ember a saját halálát és még másik 8 társának a halálát élőben közvetítette a Facebookon. Egy román úriemberről van szó, aki az előzését és a manővereit vette videóra, csak azt felejtette, vagy élőben közvetítette, csak azt felejtette figyelni, hogy közben szemből érkezik egy fehérképkocsi, és mind a 9-en a helyszínen életüket vesztették. Ott is közrejátszott a többiek halálában természetesen az, hogy biztonsági övet nem használtak, de az egyik talán legdurvább példa a mobiltelefonálásra ez a baleset, ami szerintem mindenki hallott már az országban. A rendezvény célja a diákok jogi ismereteinek bővítése, valamint a bűnmegelőzés volt. Így az események értelmezésénél a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai is bekapcsolódtak.
Mi szerepünk tulajdonképpen ebben az egészben a moderátor szerepe. Ez azt jelenti, hogy a bírósági tárgyalás közben egy kicsit oldván a feszültséget, rendőr kollégámmal, Szemes Norberttel együtt a diákokat tájékoztatjuk arról, hogy milyen dolgokat követnek el, hogyha ittasan ülnek autóba, ez milyen következményekkel járhat, és ezt próbáljuk az ő saját nyelvükön, a tizenévesek nyelvén nekik elmondani. A közel két órás rendezvényt a fiatalok végig figyelemmel követték. Az előadás végére megfogalmazták saját kérdéseiket és észrevételeiket. Így valóban teljes értékűen bekapcsolódtak a perszimulációba. A Tamási Járás Bíróság felkeresett bennünket az első fél év folyamán megkérdezni, hogy tudnának-e segíteni a mi gyermekeink nevelésében az ő saját eszközeikkel. Mi örömmel vettük ezt a kezdeményezést, és most az első perszimuláció megtekintése után azt kell, hogy mondjam, hogy óriási nagy segítséget kaptunk mi, a gimnázium, illetve minden egyes tanulónk abban, hogy kis iránymutatást kaphassanak az elkövetkezendő éveikre, most konkrétan a témánál maradva a felelősségteljes közlekedésnél. Szerintem lehet, hogy nincs is más, vagy ennél jobb eszköz arra, hogy a gyerekekhez közelebb hozzák ezt a témát, hogy ne attól tartsanak a gyerekek, hogy milyen büntetést kapnak egy-egy véletlenszerű tévedésüknél, vagy a nagyobb tévedésüknél, hanem arra próbálnak rávilágítani a figyelmet, oda irányítani, hogy hogyan kell ezeket, hogyan lehet ezeket megelőzni, mert a sok-sok-sok apró kicsi tévedés tragédiához is tud vezetni. Akkor is ilyen fokú